ました。Não. Minecraft. Ih, gravou lá hora Minecraft Zoom. Yay! Allez, va dans ce machetet. És akkor neki is ugrunk, mint hülye gyerek a kert oldalának. Mert teendő, az van dögivel. És ezt értsétek úgy, hogy van dögivel. Megy a chat. Azt mondja, itt eddig van baltam. Hát jó tudni, eddig nem tudtam, hogy van baltam. Kell ez is. Hamarosan. Na most, mire jutottam? Lecraftoltam, meg megcsináltam még egy ilyen építményt. Hát most ez ronda, de most ez van majd, de előbb-utóbb megszűnik. Dinamo termeli az energiát. Raktam le még ide napelemet. Ezt prezentálom, bekötöttem kétszer, hogy hát hogyha. Itt vannak ezek a napelemek. Csináltam már ilyen hármasat is, hogy működjön jobban, legyen effektívebb, stb. Termel szépen, hát most relatíve szépen. Lassan eljük az 1 millió bakitot, de egyelőre még csak 600 ezret. Ezt etetni energiával, ez borzalom. Tehát ez borzalom etetni energiával. Rá van kötve két szélturbina, ennyi termoelektrik generátor, akkor rá van kötve egy víz erőmű, rá van kötve azok a napelemek, lófasz. Tehát ez nagyon lassan megy, de nem gond. Nem is ez most a fő cél a mai streamre. Hanem hát ezeket nincs ugye reward, ebből meg kell csinálni még 4-eset is, annyi lesz a, de ezekből van jobb is sokkal, tehát vannak ezek már elég ezek már elég szépen tudnak termelni, csak ez már dragonek kell, meg ilyen fasságok, meg ezeket elven portálba kell. Meg ez kell, Dragon's Breath, meg Kai Spirit. Szóval egyelőre nekünk ez a 4-es, ez bőven elég lesz, még ezt sem nagyon tudjuk lecraftolni szerintem. Az 5-ös, ez már ilyen Enriched Diamond-ek kellnek, meg ilyen. És akkor... Na hát értitek, A lényeg, hogy közben tárvelgettem nagyon kevés manát. Hát nagyon kevés van át. Hát. Ennyi. Tehát mana pulpa az itt van. Mana. Tehát van. Mana. Jó. Amit kellene csinálni, hogy azt leautomatizáljuk hamarosan azt a mana generációt. Generáció? Wow. Meg akkor a questbookot egy kicsit újra szedni, mert egy-két küldetés, például ez a fa, ez itt így lófasz lett. Open crate. Kaptunk egy open crate-et. Ez egyelőre nem kell, de jó tudni, hogy van, mert akkor csinálunk még egy olyan rendszer. Jó, volt egyelőre beteszem ide. Jó. Akkor ezeken végig kell még egyszer mennünk itt, amit egyszer már megcsináltunk, de meg kell csinálunk még egyszer. Hát rakultak a receptek. Itt majd Distillation Tower-t craftolnunk kell. Garden Close-t egyelőre nem craftolok, mert nincs értelme, ott vannak azok a cuccok, ahhoz nem kell semmi energia, megy magától lecraftolni, kicsit nehezebb és annyi. Majd kell bányászni, tehát folyavas. De az is még odébb lesz, ezzel a nyersanyag mennyiséggel el vagyok. Hanem, amit kinéztem, ez ugye ezt megint csak meg kell, de ezt el is kezdjük. Ebből egy ennyi elég is lesz, egyelőre, think yeah. Blood Altar, ezt le lehet craftolni igazából, mert Demonic Villem az azt hiszem még van. Kind, Demonic Will. Oh, van itt annyi, mint a rohadt élet, és akkor ezekből vannak ezek a kvalitású Demonic Villek, ebből kell majd lecraftolni, ebből az egy-egyesből. És akkor egy tényleg egy jó parküldit újra kell itten.
cuccozni. Hát igen. Ezt felvesszük, mert akkor megnyílik ez a fül. Igazából nem nyílt meg, de mindegy. Akkor itt fog megnyílni valami. Valószínűleg ezeket is újra kell csinálni, de ezt majd újra csinálom mindjárt. Vagy nem mindjárt, de újra csinálom. Most kérdés, hogy mivel is kezdjek, mert most már én sem nagyon tudom. Szerintem kezdjük a botaniával. Lecraftolunk egy másik manapult. És akkor itt elteszek egy kis cuccot, amik nem kellenek. Hoppasz, nem oda. Vagy jönni. Living Rock. Tudom, Living Rock. Rendet tartsunk már. Meg bekerült a Tinker's Construct. Végre kifejlesztették a Tinker's Constructot. Ez nagyon jó dolog. Igen, ez kész van. És akkor Alchemy Catalyst, ezt mindjárt főszedem alóla. Meg vannak ezek a bendek, ezeket mindjárt előszedem. Egyet alszunk, mert hanem nem termel a napelem elég energiát, a napelem meg termel elég energiát. Nem tudom, hogy az mennyire működik vele, tehát hogy tudja az energiát annak a szarnak leadni, de ezt a modot én annyira nem kedvelem, az Immersive Engineeringet, mert látványosnak látványos, ezt aláírom, de annyira macerás, meg annyira valahogy nekem nem fekszik. Jó, kell a mana tablet, az van. Itt a mana tablet. Két quest lett kompletelve. Houston. Ja, hogy itt nem vettem fel a jutalmat, igen. Ez nem tudom miért más színű egyébként. Ez fogalmam nincs, hogy miért más színű. Igen, erre is rá kell térni. Ez rémálom lesz, megnéztem itt egy mana tablet, ennyi volt. What? Éj! Jó, ez nem tetszett, amit láttam, de ez létező recept, igen. Akkor vissza egy kicsit ide. Alchemy Catalyst meg a bendek. Valamelyik bend az rajtam van. Valahol. Band of Mana. Akkor nem ez a bend kellett. Band of Magnetization. Ez itt van. Ezt nem használjuk, mert okoz érdekes dolgokat. Itt az ott van egy aranyos isak. Ja, ilyen extravagáns. Azt hittem a másik fajta bendem is van, de akkor azt le kell craftolni. Band of Mana. Band of Mana? Igen. Ezt vettem le magamról. Na, most jó. Most jó. Rendben. Ezekért egyébként nem a küldetés utalom, ami nekem elég nagy szívfájdalom, de ez van. Runic Altar. Főszedjük. Ezeket a rúnákat. Most a rúnáknál lesz egy érdekes dolog. Ugyanis itt el kellene valószínűleg kezdeni egy másik modot, amihez nagyon nem értek. Ez az Ars Nyűvő. Akkor nevezzük Ars Nyűnek. Lehet, hogy egyszerűbb. Ezekből volt craftolva. Viszont változtak ezeknek a rúnáknak a receptjei. Tehát kellenek hozzá ilyen glifek. Ez a glifhez meg kell ez a glyph press. Az a glyph press meg nem tudom, hogy mivel működik. De, na. Igen, ez a glyph press. Ezt lehet, hogy én kell ugráljak rajta, Arcane Stone. Hát az ilyen gem kell hozzá, meg valami stone. Ilyen gemem az van. Csináljuk Andesitből, mert miért ne.
Ez az meg még lehet építeni se rossz dolog. Hogy nézel ki? Nem néz ki valami jól így. Nem az, hogy nem néz ki jól, csak ilyen furcsa lenne építménynek. Na mindegy. Kell hozzá... Hát valami polist szar. Mondjuk ki. Mondjuk azt, hogy kell hozzá valami polist szar. Csak nincs polisoló cuccom. Hogy tudok polisoló? Ah, de hogy nincs. Hülye vagyok én. Ne válaszoljatok, tudom a választ. Hát legyen akkor polis diorit. Itt vannak szép dolgok is. Na, ezt használhatjuk majd épülethez. Kellni fog egy block of iron, jó? Meg egy piston. Pistonon van-e? Nincs, de tudja, hogy más a pistonnak a receptje. Hát rögtön gondolhattam volna. Portugis pavement, vagy pavement, vagy nem tudom, hogy kell ezt hívni. Na bazd meg. Vassza meg most a portugál pavementemet. Azt se tudom, mi fánterem, miféle ez. De van bazd meg. Hogy kell craftolni? Mondjuk ez emlékszes. Csak kell hozzá a living rock, az mondjuk érdekes. Elég durva receptet kapott ez a faszú pisztoly. Treated wood, azt mondjuk várható volt. Tudjátok mit? Van ez a faszomrod. Ez mindenhez kell. Ebből csinálok sokat. De ezt a sokat, ezt úgy kell érteni, hogy sokat. 15. Jó, az is sok. Aha, csak elfogyott az a szar. Te mindjárt. Hihetetlen, hogy egy egyszerű mezei piszton lekraftolásával is ennyit kell szívózni. Ja, meg kell hozzá redstone repeater. Redstone max stick. Hát én maradok annál a változatnál. Ez mezei stick kell remélhetőleg. Ez a recept jobban tetszik. Ja igen, meg a pitot összerakjuk, meg akkor összerakjuk ezt a glyphet. Szigorúan meg kell jegyezni, ez glyph és nem griff. Kettő között van különbség egyébként. Az a polis szar nem kellett. Ja, lehet működött kővel is. Hát akkor meg ma mindegy, mert ezt nem ide rakjuk, hanem ide. Jó. Akkor most ki kéne találjuk azt a csodát, hogy ez mi a tökömmel működik. Én nem tudom. A lényeg, kellenek ilyen rúnák. Tehát egyik fajta van, azt nem akarok még egyet craftolni. Ez pedig a Rune of Autumn. Jó, akkor Rune of Summer. Kell hozzá, ez mi? Melon Shelf. Block of Rubber. Rubber! Oké. Hát wineból is. Wine. Nem tudom, hogy láttok-e itt valahol wine-t. De erre megvan a hatásos módszerünk. Csak nem biztos, hogy van jungle saplingünk. Ez itt a baj, látjátok? A fa az van. A saplinget nem látok. De ez baj. Most biztos, hogy a szemem veri ki egyébként is valahol lehet, hogy van, de én nem látok. Az meg itt felfér. Ott van Ni. Akkor tudunk egy olyan csodát csinálni, hogy itt akadályozza valami. Az ég egyetlen semmi. Úgyis szépek ezek a kibaszott nagy jungle fák.
csontom meg tudtom, ma van még sok. Van, igen. Na, 15-ből csak megnő. Hát nem. Jó, ez fakt. Ez a vilóvajn, ez nem tudom, működik-e vele. Várjátok. Nem, ez sima vajn kell. Sima vajnhoz meg... Hát, vagy lilipedet, hát... Most nem tudom, hogy ez mennyire éri meg ez a lilipedes megoldás, mikor ott azt le tudnám vágni. Várjál, hülye gyerek. Hát van neked bone blockod, te fasz. Miért nem használod azt? Szóljatok rám. Hát itt van még 27. Most nem mondom, hogy ebből csak kinő, mert most már kételkedik benne. Jó, itt valami nem stimmel. Vigyük más helyre, ahol tisztább a környezet, vagy tudja a faszom. Itt van jungle fa. Ide szépen, így az olajka mellé, így nőjön ki. 14. Tedd a dolgot, köszönöm szépen. Jó, ezek már határozottan vajnok. Van nálam, nem tudom milyen rejtés úton módon, de van nálam olló. De hogy minek, azt nem tudom. Esküszöm, nem készültem. Várjatok, ezt mindjárt megoldjuk. Te elég hülyén nézhetek ki, ami azt illeti. Hát eddig működik a dolog. Mindig a legalsó, hogyha a felsőt váljátok, többi átűnik alól, és akkor pazarlunk. Nem pazarlunk. Hát egyben biztos vagyok, hogy ez valószínűleg nem a legeffektívebb megoldás, de legalább működik. Jó, várjátok, ott egy pók meg egy skeleton. Az meg ott mi? Az ott egy creeper, de az mi? Ott egy mini enderman. Jó, arra ránéztem, mert hülye vagyok. Mondja, felrepül ide, és akkor lelök a faszomba. Legfelsőt mindig meg kell hagyni, mert akkor nő vissza. Mondjuk, hogy a későbbiekben erre mennyire lesz szükségem, de azt látjátok, nem tudom. De tekintettel arra, hogy itt minden szarnak adtak valami értelmet, még szophatok vele. Itt teleportált valahol a kis geci. Szedek még, mert látom előre, hogy nem lesz elég. Jó van, teleportálgass csak. Én nem félek tőled, hülye gyerek.
Na, mi mindjárt egyet harapodunk és megnartozunk a jó kis kőolajba. Jaj, jaj. Azért látszik úgy, mint hogy én a nappal lenne, mert van visionem. Night vision ad valamelyik cuccom. Hát a sisakom. Okot ledarálom. Hanem nagyon bassza az oldalam, hogy az mi. Az mi. Hát tudom, de repül. Te mi vagy? Warden Stalker. Ez most tapsol nekem? Hát ez úgy konkrétan tapsolt nekem. Az a valami, ami úgy elkezdett repülni, nem tudom mi az, az bánt is, vagy csak így tapsol nekem, vagy örül, hogy hí majom. Elég ez nappal, vagy tiszpónolt már, vagy... Hát persze, hogy te még itt vagy. Hol máshol lennél, te hülye csontváz. Hát nem, ez még itt van. Na most már bánt. Ad is valamit, vagy csak bánt? Szerintem csak bánt. Jó, a másikat diszpónolt. Vagy elrepült a faszba. Kérdésem, vannak ezek a close waypointok, most már ezek, most már lehet itt teleportálni waypointokra. Jó, szuper, eddig nem lehetett. Akkor ezt remove-olom. Hát ha én ezt így tudjuk. Something hát Houston, itt minimum változások voltak. Ja, nem, csak... Itt nem volt minimum változás, csak a nagy map változása volt. Értem. Jó, hát... hát akkor majd ezt felfedezni, akkor ebbe az irányba fogunk menni. De ha ezt én így tudjam, bazd meg akkor. Nem, hogy tudjam, hát eddig nem így volt. Na mindegy. Ez a jó minimap. Ez a jó minimap. Jó, hogy ez bekerül. Na szóval, szedjük már össze a vajnokat tényleg, mielőtt ott diszpónolnak a faszba. Creeper remélem azért diszpónolt. Vagy majd mindjárt meglep engem. Az érdekes az olajnak még mindig a mechanikája, de igazából bánom is én. A leaves-et eldobom. Az ha kell, az van elég. Az biztos, hogy van elég. 64. Kereken egy 64-es pak. Meg plusz egy. Na mindegy. Kell. Erként stone. Ezt valahova ki kell pakoljam. Ne hordozzam magammal. Hát mondjuk épp ne ide, hanem de ide nem fér, akkor ide. Jó. Ez, meg ez, meg ez, meg ez, meg ez. Ez megy neki. Jó. Nem tudom miért van nálam három tors, de jó. Igazából. Tudjátok mi az aggályom? Ez kurvára nem lesz elég ez a vány. És mindjárt meglátjátok, hogy miért, mert ebből kell 8. 9x8, meg nem 64 plusz 1. Nem lesz messze a cél, úgymond, de ez még nem elég a boldogsághoz. Még kelleni fog egy kevéske. Nagyon kerülgetem ezt a kábelt, hogy ne basszom meg az áram, de...
Azt mondja, hogy ebből még ki fog jönni kettő, és akkor kelleni fog még 7 darab. Vaj, azt megoldjuk úgy, hogy Lilipeddel. Hozunk innet Lilipedet. És azért innet, mert innet nem fog hiányozni. Most már még egyszer föl nem mászok a fa tetejére, az egyszer biztos. Légy olyan nedves, köszönöm szépen. Amúgy nem lett volna egyszerűbb oda is lerakjak egy crafting table-t, amúgy de csak... Én bazd meg, ne hülye vagyok amúgy. Hát bazd meg ebből kettő kell. Ilyen blokkból. Jó. Vegyük úgy, hogy nem csináltak semmit, hanem akkor próbáljuk meg azt, hogy rájövünk, hogy Glyph of Light. Lightning, meg ez light. Jó. Ezt kelleni fog egy Magic Arclay, meg egy Lantern. Lantern. Nincsen itt piece of iron? Van. De az ugye iron nugget, jó. Tudtam amúgy, hogy ez a neve, csak teszteltem az embereket. Egy lantern. Meg kell, akkor magical clay, ami egy clay, két redstone, pont annyi van. Na, akkor clay. Egy clay. Meg egy ilyen gem. Na, most ugrik a majom a faszomra. Enough mana nearby. És ennek ilyen faszom mana kell. Lehet, hogy van egy ilyen arc nyüves könyvem. Ez az. Getting started. Jó. World mana. Mana jar. Jó. Mana jar. Igen. Jó, van itt egy mana jar. Ezt mit csináljak? Mana kondenzer. Jó. Volkánik akkumulátor. Jó. Beribas. Igen, ez fontos, ez a beribas. Mana Bloom? Ez mi? Hey, ó! Arcane Core, Arcane Pedestal. Meg Enchanting Apparatus. Na jó, ezt nem adnak ennek, de utána kell nézzek. Machines. Mana jar. Mana collectors, hát bazd meg! Ez a mana kondenzer, mik azok a mana collectorok? A mana collect... Ez az? Mana kondenzer, ez nem tudom mi az. Na jó, tudjátok, ennek utána kell nézzek ennek a modnak, mert zéró. Tehát fogalmam nincs, hogy ez a mod miről szól. Azon kívül, hogy mágiáról. De meg kell tanuljam. Itt közben mennyi van? Hú!
az meg ez elkezdett jó termelni. Jó, hát akkor most csináljunk egy olyan dolgot, ami úgy hasznos is lesz számunkra. Tehát kigondoltam azt a következő lépést, hogy csinálunk egy dinamót. Ilyen kompressziós dinamót. Ez működik az ilyen kerozótolajjal, refined fuel, gazolin, trioil, dízel, biodízel, kerozót olaj. Tehát tulajdonképpen ez az olaj, ami itt termelődik, ez a crude oil, ez arra jó, hogy ez a distillation tower, ezt csinálja lubricant, a dízelt, vagy gazolint, vagy mind a hármat, fogalmam, nincs, sose használtam a mozat. És abból működik ez a kompressziós dinamó. Most ez a kompressziós dinamóhoz kelleni fog ilyen infused alloy, amihez kelleni fog ugye a metallurgic infuser. De viszont a metallurgic infusert csak egy dissolution chamberben lehet elkészíteni. Ez kell egy ilyen simple machine frame, igen. Kell latex. Most honnan lesz nekünk latex? Fluid extractor. El kell kezdeni ezt a modot. Tehát, hogy el tudjuk kezdeni egy másik modot, ahhoz kelleni fog kb. 3-4 másik. Szóval, ezért mondtam, hogy ide mindjárt visszatérünk, és akkor itt is van az a pillanat, hogy visszatérünk ide. És akkor megkapjuk ezt a kis okuskát, ezt a kis könyvecskét. Ami, hát nekem egyelőre nem fog kelleni szerintem. Mert ez nem eszik energiát. Power optional. Lehet, hogy bár eszik, amióta nem játszottam. Hát minden egyes része ennek a modnak ezzel kezdődik, hogy piti machine frame. Ez kell. Manaver cloth. Ami az mana infuse string. Hát ez mondjuk egyszerű. Ebből kelleni fog nekünk 8 darab. Hát annyi stringe. Ó, oh, van itt még bassz meg. Hát ide. Ez egyébként másra jó-e? Igen. Sok mindenre. Hát mindegy, ilyen cloth. Manaver cloth. Ez még jó valamire? Igen. Cocoon of Caprice. Hát jó. Meg Teru bozu. Jó, meg armor, meg... Jó, hát nekem ez fog kelleni. Piti. Machine frame. Hát kell hozzá a két iron gear. Damn. Ebből csinálhatok szerintem nyugodtan rögtön kettőt. Szervusz kis cicám. Tritid wood plank. Kis Loki baba az. Az nem. De ez milyen? Dika Minecraft, Hali. Har. Szavasz, Steiner. Loki baba? Most le fog feküdni a kezemre, mi? Hát. Pontosan? Hova máshova, várj, elrébb húzom. Jó, kettő darab piti machine frame. Jó. Oké. Akkor ebből fogunk kiindulni, és nekünk kelleni fog egy... Mi a helyzet, azt kérdik? A helyzet az, hogy Minecraftozunk, kérem szépen. És... Várjál, mi a tököm gyűjti össze a latexet? Latex? Latex Processing Unit. Hát gondolom ez lesz az. Ez pedig nem egy küldetés rész. Fluid Extractor. Hát te, ez gyűjti össze.
Latex Processing Unit. Ez, ja, hogy ez csinálja belőle az ilyen rubbert. Aha. Várjátok. Fluid extractor kell. Még egy kibaszott piszton, hát ez nem igaz, basz meg. Jó. Azt hiszem ebből el kéne egyszerre craftolni többet. Cobblestone, gravel, szén, meg living rock. Hát... Living rock? Igen. Igen, kicsim, igen. 8. Cobblestone az nagyon jó lesz hozzá. Loki meg már ki van feküve. Még mi kell? Valami nem tetszik neki. Mi nem tetszik? Szín meg gravel. I. Meghúzta. Meghúzta a fülest, igen. El van a Loki cica. Jaj, de édes. Nagyon édes Loki cica. Jó, akkor ezt most felvőbe pakoljuk. Lett belőle 24. Loki, mit csinálsz? Feküdj le! Feküdj le, Loki! Feküdj le! Ne a telefonra! Most van onnan! Telefonra! Kocsi kulcs! Mindegy, megy! Megy az itt minden! Loki ő! Ő Loki! Kell hozzá ez a redstone repeater. Na igen, redstone repeater. Életem receptje. Loki, feküdj már le! Mit csinálsz? Loki nem fekszik, de ő most Loki. Mit csinál? Hát vajon mit? Hát rosszalkodik. Azt mondja, hogy ez 24-et, hogyha elosztjuk 4-el, az 6. Kicsit kinyithassátok most az ablakokat. Megy, Loki! Epa! Azt futott ki. Akkor lesz 6 darab Iron Gear. Elfelejtem, nem is az ablakot nyitok ki, hanem egyből az ajtót. Ahogy szeretnéd, ahogy érzed, picur. Több lehet, hogy jöjjön be. Csak Lokit akkor... Nem engedjük vissza addig. Jó, hát akkor az fluid extractor. Alig nyúltam a macskához, tele van az arcomfőre. Szegény. És nézzétek meg, hogy megvan, hogy tikkenként, hogy mennyit szed, 4-et, vagy 2-t, ebből 3-ot. Úgyhogy kellene akácia. Lók. Akácia, az fasza. Akácia log pedig lesz a Jungle Woodból. Kb. Minden megyéb hiányzik, de ebből az összes ilyen tökre megoldható cucc. Nem ide a redstone. Bazd meg, miért vagyok ekkora nyomorék? Hát én pakolom el a cuccokat, én tudom, hogy mit hova rakok. És mégse bazd meg. Itt egy ilyen kinetikus dinamóhoz nem kell. Jó. Fluid extractor. Na most. Ezt a csodát én lecseszem. Ennek valami energia fog kelleni. Hát jó, az energiát azt megoldjuk a napelemből. Ja, igen, csak aludni kéne. Ne, mit mondottam, van night vision, a sisak így... Így ez a helyzet. Mindjárt elszeparálunk onnat egy napelemet. Nem lecraftolok még egyet, mielőtt ide gondolnátok, nem. Elveszek egyet. Fejcsesszük a tetejére. Jó, akkor... Jungle Wood. Hát egy ilyen 10 darabból szerintem elboldogul egy darabig. De van egy olyan sanda gyanúm, hogy ebből le kell craftoljak én többet. Mármint abból a gépből. Ez megette.
Ezek megették a fát, bazd meg! Jó van, geci. Jó van. És akkor itt lesz 4 millibakit latex. Holy shit, man! Jó. Latex. Van ez a latex processing unit. Ezt csinálja Tiny Rubbert. Igen. Azt a kurva. Kell hozzá egy bucket latex. Hát, köszi basznek. Jó, hát ezzel a boddal se tudok többet haladni. Nem baj. Nem baj. Panikolni nem kell. Van még mód, amivel tudunk foglalkozni. Az az összeshez ilyen kicsit ilyen vételős a dolog, ilyenek, aztán ilyenkor egy kicsit tehezebb a cucc. Mikor egyet lekraftozni, utána várni kell, meg utána pepecskedni kell. Nem annyira streamer parád, de együtt szopunk. Jó, hát akkor elő még egyszer questbookot, és akkor Bladaltar. Polish cucc, gold plate. És csináltam már 2 ilyen dioritot polish-t. Látjátok, itt vannak ilyen tök szép ezek variációi ennek, úgyhogy ebből még lehet craftolni. Sokat is, az háznak is tök jó lesz. Bocsánat. Van ez a Demonic Wheel. Ebből kiválasztottuk ezt a nagyon kicsit. 2 Gold Plate. És még mi hiányzik? Ja, ez az Alloy Machine. Ami van egy darab. Hihetetlen. Blood Altar. Ez hol legyen? Tier 1. Jó. Ez természetes tudok ilyenkor. Kapok egy pakit bért. Hellfire Forge. Ezt nem tudom mi egyébként. Tényleg nem tudom. Fogom. Weak Blood Orb. Ez miről beszél? Nekem ilyenem nincs is. Hát akkor kell egy olyan... egy dagger. Dogger, ilyen Sacrifice, Dagger of Sacrifice. Houston. Ez Tier 2. Ja várja, az később van, bazd meg. A Blood Orb. Aha, kell 2000 vér. Honnan szüljek neki 2000 vért? Tudom mozgatni, jó. Houston, hogy sebződök, bazd meg? Igen, ezek micsodák? Nem az, ami nekem kell. Ez a knife kell nekünk. Ez mi? Gold sheet metal. Jó.
Luminium Glass, ez mi? Crystal Sword. Rock Crystal. Meg akkor Luminous Coffin. Basznád nyakom magad, geci! Jó, akkor megyünk még tovább azzal a moddal. Starlight kell ehhez. Az meg csak éjszaka lehet. És kell hozzá ez a wand. Várjál, nem ebből. Várjál. Dika csirke. Ez még azóta él, ahogy kiengedtem. Hát ez meglepő dolog. Jó, hol van ez a resonating wandom? Nem itt. De most követelem a választ, hogy hol a resonating wand. Na most kajakna, hogy hol van. Mert volt ilyen kraftolva, hát mutatja is, meg emlékszem is. Aztán kiderül, na, van mi? Itt nincs. De itt se? Betettem ebbe? Nem tettem be ebbe. Hát hülye vagyok én? De válaszoljatok! Mi a fasz? Mi a fasz? Ott van még. Jó. Várjatok. Egy-két cuccal menjünk kevesebben. Mit szóltok hozzá? Lehet, hogy effektívebb bejön még ki a történet. Jó? Az meg megint nálam maradt a hülye kő miatt. Na mindegy. Kipakoltuk azt is. Szóval hát inkább ez is kellene. Annyi mindent kellene hirtelen. Kaja van, az van, az van. Egyéb azt hiszem nem kell. Ja, ez a fontos a crafting tépe. Ez közben hogy halad? Visszaérek, lát kész lesz. És akkor hova menjek ilyen altárhoz? Pedig egy nagy altár kell. Hát bassz meg. Valahol csak ide. Csónak. Csónak. Azt mintha láttam volna valahol. Csónak. Akkor merre kell menjek? Nem láttam magamat a térképen. Ez is szar térkép. Nem ka? Jé. Nekem az a térkép fog ezen túl kell lenni. Az kar is használjam szerintem. Megszoktam, hogy az AC-ba, hogyha nyomom a shiftet, akkor így dob egy speedet rajtam. Miért jön belátok a víz alá, az vagyok, nem hátrány. Nem tudom, itt vagyok. Aha. Hülye fejem, nem látszik a térképen. Amit nem tudom, hogy miért van, mert online vagyok mindenhol. És a Minecraft is eredeti. Nem lenne eredeti, nem menne ez a csomag. Nem mondom, én beismerem, hogy játszok tört játékokkal, de... Minecraft az eredeti. Itt
Itt a kontrollot tudom emelni a speeden, jó? Haladunk. Na. Bocsánat, a szokás hatalma. Glitcheltetem a képet. Ott van valami a víz alatt. Igen, show bazd meg. Hát... Ez nagy... Há, bazd meg te is. Menjünk itt egyet a jéghegyek között. Oké, ezt nem láttam előre. Aha, vannak olyan likak a fődbe. Hülye gyerek dobál minket. Szia Maci. Viszlát Maci, creeperek. Amúgy este van. Víz alá merülök, nem látok olyan jó, mint a víz felett. Ami. Vagy azok, mik? Ez valami medve? Ez nem tudom, de ez repül. Felém repül. Eltűnt. Új! Ez mi? Warden Defender. Összetört a cipőmet. Rohadt boldog vagyok tőled. Dobott legalább valamit. Hát nem. Ez az arsnyi mod, ez borzalom. Nem nagyon szeretem ezt az arsnyi modot. Egy vicc. Köszönöm. Log. Nem, az még mindig úgy törik szét. Nagyon jó ez a slowness effect. Imádom. Azt is, aki kitalálta. Silent Gears bekerült, az jó. Az a mod, azt tetszik. Ah, ott van, ami nekünk kell. Még egy iglu is. Hol jár a hold? Pont felül. Kezdjük annál.
Kurwa. Cseszétek meg, úgy. Igen. Ezt hogy kell átalakítani úgy? Mi kell hozzá? Kellene egy ilyen akvamarin. Gyorsan ránézek. Egy pillanat az egész úgyis. Na nem. Vaj, lehet nem oda kell tenni. Most mondjuk, hogy egy erősebb lenne a fény. Igen, és ebből hogy lesz, bazd meg? Igen. Hát... Ká? Hát igen, túl nagy sikerességgel, ezt nem könyveltem még el. Igen. Ja. Igen. Lassan fel, ki fog nappalodni egyébként. Igen. What the fuck is that?
Hát ezt úgy írja, hogy transportation. De ugye ez nem úgy van. Ehhez egyébként az meg ezt ebbe kell lecraftolni. Ez mondjuk lehet az Astra Atom, az kellett volna. Sőt, biztos. Az meg nincs nálam, nem gond. Mert kifúrom mindent magam. És meg lejön, meg jelölöm, hogy ez itt, itt van. Így, né. Fate point. Astral Dome. Save. Hát igen, a home-ot is meg kellett volna. Fuck! És mehetek haza, hogy ott egy falu. Merre van az a falu? Faszom. Na. Szóval, ott egy falu. Jó, fele megyek. Itt egy iglu. Előbb a kicsi iglut. Gyanús ez a karpit, nem gondoljátok? Hát itt most semmi gyanús nem volt benne, szomorú. Nem baj, van falu. Az is valami. De valószínűleg eddig a latex kész. Ez egyébként mi? Slét? Na az ott milyen fa? Hát jó, hát itt egyértelmű, hogy ide érdemes bejönni. Szerintem itt nem kell több dolgot mondjak. Az aranyával már megérte lejönni. Jó. Jó, ez ilyen arsnyíves fa, izé. Fa. Kemeri Creed. Jó, kezdjük a kifosztást ennek a falunak itt. És rögtön ezzel a lanternal kezdtünk. Ez egy csoda backpacket, ebbe bepakolunk. Így,
Szervusz! Te vagy akkor a könyvtáros? Ne rúgj, hogy a lanternadat elviszem, de elviszem. Túl sok könyved van, öregem. Egy kurva könyvkukac leszel így. Megszabadítalak ettől a sok könyvtől. Nekem is jó hasznot fog ezt tenni. Most jön utána, már mérges. Pici falusi. Ó, van Iron Golem. Jó, hát akkor... Akkor őket nem kell majd félteni, viszont ide teszek egy waypointot, hogy... Eskimók. Annak ott a bejárat. A kis cseles, a fa háta mögött van a bejárata. Hát ezektől tudok összelopkodni egy kis emeraldot. Amúgy. Menjél egy kicsit odébb, köszönöm. Bocika? Ja, nem viszek be, van? Mekkora csöves falu ez? Még a ládát nem találtam benne. Legalább a lanterneket benyúlom. Őszinte leszek, annál lustább vagyok, hogy ezt megkerüljem. Végre egy chest. Hógolyó meg kenyér. Hát azt hiszem beetrooton, hát ha nem, akkor azt előállítom kb. Bármiből. Van macskájuk. Ha, ezek annyira nem hülye falusiak, van macskájuk, szeretik őket, akkor ezek rossz falusiak nem lehetnek. Nem az, hogy ez az extrém csövesség vagy valami, értitek, de hát azért ingyen lantern az, hogy a viharban ne kéne. Ez mit csinált? Lehúzta a WC-t itt, vagy mi a fasz? Hát ezeket hozom. Kezet mosott, vagy nem tudom, hogy mit csinált. Nem viszem el, befagy a segjük. Ott vannak disznók, cica. Te is valami csöves vagy, hát te nem dolgozó. Jó. Az mi? Slime sziget? Hoppá. Menjünk csak arra. Nem tudom, hogy ez az égben van, vagy a földön. Remélem a földön. Nem, az ott van fenn. Nem baj, slime sziget. Jöges mackó. Ha már így itt van, akkor... Jövet menet, elvisszük. Ez a glowstone-t adott. Az nem hiszem, hogy kell nekem. Akkor már erre van a haza. Itt így végig lefele. Jó. És akkor a home-ot is be tegelem, hogy ne kelljen állandóan mászkálni ide meg, oda meg. Hülye.
vissza a faluba. Ott volt egy ilyen vésztó. A vésztón pedig van otthon. Néha hamarabb is gondolkodhatnék. Sőt, néha gondolkodhatnék. Patkányok. Itt egy kupac hó. Farmon, nem tudom, mennyire életbiztosítatás ez a növényeknek. Itthon is vagyok. És, amit akkor most azonnal megállítunk. Vagy, jó. Home. Mondom, jó. Home. Ez hülye. Home. Szép. Köszönöm. Fog látszani? Fog. Na baj, mindjárt eltüntetjük. Kész van a kurva latexem? Kész. Jó. Először is. Van egy Astral Sorcerer is. Könyv valahol. Ja, most ez végig nálam volt. De nem volt, úgyhogy... Úgyhogy megjogottam. De van valahol. Mondom úgy. Ott annyi. Astral Tome. Jó, hát ez nem kell. Itt vagyunk. Luminous Crafting Table. Valami nem stimmel. The fuck? Várjál. Várjál. Ez. Ugyanazt mutatja, amit én csinálok. Ez itt nem volt jó neki. Én itt rohadjak meg, hogyha értem. Ennek a Luminous Crafting Table-nek máshol van receptje, bazd meg. Kell hozzá egy ilyen szúti marba. Te baszod, hát ez most mi?
ilyen szúti marvad. Ezt kell hozzá, meg egy crafting table. Meg bar van. Ez hülye basz meg? Ez a receptje. Mit csináljak ezzel? Nyissak ki a tetejét, hogy mi a fasz? Minden vágyom az volt, hogy ez a víz itt folyjon. Fel fogsz kúrni amúgy? Fel hát. Jaj, te zombi, nyughass már a faszba. Hol vagy? Hova lett? Azt látom, hogy valami történik. De nem tudom nyomon követni, hogy micsoda. Akármivel klikkelhetek rá, az nem csinál semmit. Kezdem ezt egy kicsit nem elhinni. Én eskihülye vagyok, de ezt nem értem. Jó, itt most a csávó azt csinálta, hogy fennem tette. Igen, most fennem tette. Hogyan tovább, kedves barát?
Oh. Megcsipette így. Jó, most már jön fel a nap lassan, és ezt elbasztam. Hát úgy konkrétan feljött a nap. Jó. Teleport, home. Hát amíg akkor azzal szenvedik, addig zsinálom már, ezt most nem tudok egyebet kitalálni. Hát de ez viszont szomorú rám nézve. Ez nem úgy sikerült feltétlenül, hogy ezt terveztem. Nagyon, de nagyon nem úgy sikerült, hogy terveztem. Haladunk mással is. Azt hiszem, ez kell nekem, hogy nem. Latex valamit tudsz. Latex processing unit. Kell hozzá ez, egy vödör víz, az mondjuk nem egy bonyolult dolog, az már is lesz, így. Kell ez a PT cucc, egy furnace, négy vas, és egy redstone blokk. És mindig rossz helyre nyúlok. Oké. Okay. Ennek is kell egy energia. Amit megoldunk, mi kurva egyszerűen. Hát hogy? Ezt leveszek. Ez pont telik. És ez is fog telni. Ebben van ismét egy darab, vödörre. Jó, és akkor ebből lesz nekünk hamarosan latex. Csak az kell a víz is, mi? Várjál, gyerek, várjál. A Szabika nem éppen olyan okos, mint amilyennek mutatja magát. És akkor ez tiny rubber. Ugye ez víz ilyen sok kell. Várjál, adagoljuk mi a vizet, hát ezt el. Ezt leveszem, addig. Lassan, hogy mikor lesz este. Én. Az elég lesz. Sőt, még marad is benne. Akkor, hogy lesz tiny rubber. Kelleni fog. Mindjárt. Menjünk akkor sorrendbe is. Dissolution chamber. Ez így néz ki ennek a receptje. És kell hozzá plastic. Plastikot nem csak így lehet csinálni, hanem dry rubberből, ami ezt kell kilátsz, ilyen kurva rubber. Jó, hát ez ezért még egy kicsit szenvedősebb rész, de... Mit mondjak erre? Jó, hát ezt egy kicsit kiakasztottuk. Egy szemlégy van. Dampolni lehet.
Nope. Eltörtem a gépet. Nem bírja feldolgozni, bazd meg. Erre van rá kötve. Jó, megbasztam magam. Ez jó volt. De jó, hát én ott megtöglök mindjárt konkrétan. Jó, hát itt már halad a dolog. Hát rá kellett pöccinteni ezt is, és akkor most már működik, nem akad ki jobban. Csere. Egyszerű és nagyszerű. Valami van a föld alatt. Van. Az nem dob semmit, úgyhogy nem küzdök meg vele fölöslegesen. Ez kicsit kisör lesz, de meg lesz. Hát ebből már össze tudunk dobni egyet. Plastik. Küldi jutalom nem lesz, nem, nincs. Ezek itt nem a küldetés jutalmat, egy küldetése. Ez mondjuk szomorú. Csucsup, hello, szia. Hello, hello, szia. Hát igen, ez szomorú, hogy nem ad jutalmat, de ez van. Nem akar este lenni? Á, még nem. Közben akkor ezt az asztalatomot szerintem nem teszem el. Stream után majd ennek kell utána nézzek, hogy ez a kóst tulajdonképpen hogy is működik, mert ez nem jó. Így ahogy van, a manák azok egyelőre el vannak, az a termen is. Persze előre össze van dobva, minden recept meg van nehezítve, azért expert, és amúgy eléggé jól át van gondolva, nekem bejött, eléggé bejött. Tehát a küldetések is viszonylag úgy vezetnek, meg megvan, hogy mit, hogyan kell lekraftolni benne, tehát nem kér mondjuk ilyen dolgokat, de hogyha megnézed, vannak itt ilyen kreatív cuccok, tehát erre most mit is tudjuk mondani. Itt például a Creative Energy Cell, ha megnézed, akkor ennek van crafting receptje, tehát az így néz ki, és akkor itt végig lehet ezeket követni, hogy akkor ez így készül, az meg így készül, meg az amúgy készül. Tehát, na. Igen. És hát vannak, ezeket is le kell craftolni, hát majd egy év múlva talán le tudom craftolni, de le lesz. Craftolva ez is. Ezt például azt sem tudom, hogy mi a fasz. Igen, és ez... kristály. Hát ez nem tudom, hogy honnan van, de lesz. Stasia Expert. A... Curse Launcherből elérhető. Curse, ugye? Curse Forge. Igen. Most már ismét Curse Forge. Nem haladsz, hogy egyébként? Nem nagyon. Este? Az se. Hihetetlen, hogy most ezekre kell várni. Hát innen majd mindenféleképpen ezt fogom elkezdeni, mert ez lényegében ugyanaz,
De ezzel van tapasztalatom némileg. Nem mondanám, hogy megunom. Most per pillanat arra várok, hogy legyen este és haladjak a Luminous Crafting Table-ből. Igazából ami nekem tetszett benne az, hogy összehangolja a modokat. Tehát, hogy tudja elkezdeni egy modot, ahhoz szükséged van három másik modra. Mint most a Blood Magic esetében kellene egy-két cucca, bocsánat, Blood Magicből, viszont ahhoz, hogy Blood Magic-ezni tudjak, ahhoz kelleni fog az Astral Sorcery modnak a Crafting Table-je, meg az egyéb cuccai. Ezt amúgy nem tudom most, hogy mire véljem, de jó, most van kettő könyvem. Jó, hát az egyiket átadom be, mi a fasznak legyen kettő. Az a durva, hogy ma ráfelejtettem, hogy mi a francnak kell az az izé, valami kést áll. Ah, igen, tényleg az áldozati kést. Majd automatizálni fogom a mana termelést, hogy az a bajom ne legyen többet. Így csak fél automata, de oda viszem majd ezeket a potokat, és akkor az ott megtermelt fát, azt felhasználom. Ebből kicsit későre lesz még nem tudom, hogy in progress 27. Nem tudom, mi az a progress 27, de jó. Köszönöm szépen, csúcsú a követést. Na, kezd este lenni. Azt adom. És befagyott a játék. No! De, jó. Gyerünk. Bazd meg, a tetőt meg kell nyitni. Melyik a közepe? Melyik a közepe? Tudod mit? Nem tudom melyik a közepe, lebontom az egészet. Your vision expands. Kész a crafting table? Kész, hát végre bazd meg. Tegyük össze. Lumius Crafting Table! Waypoint Home. Igen. Ne, majd kell keresni valami magaslati helyet. Na, az lesz még a szép dolog. Itten egy ilyen sík területen magaslati pontot. Hova legyen ez eltéve? Legyen kezdésnek itt. Ennyi az izé. Starlight level. Jó. Akkor kelleni fog nekem egy valami knife. Ez a sacrificia. És ehhez kell a kristálykard. Ethmund kristályke, meg egy stick. Hát ez megoldható dolog. Abban az esetben, hogyha van a Ethmund kristályom. Ha van kettő. Size 3. Shape 2. Size 3 tool durability. Tool efficient. Shape. Hát most muszáj ezeket elhasználni. Ez van. Jó, hogy ezt fel kell tájjen. És akkor lesz ez kész. És akkor egyet kell... De nem, így rá kell baszni és kész. Aha! Holy Jesus! Jó. Size 3, shape 3. Mondjuk ennek tök mindegy, ebből úgy is egyéb lesz ez. Jó, hát... Igen. Jó, akkor ez megvan. Kell a Lumium Glass, ebből van azt hiszem. Ha vagy nincs. Jó, hát ezt eddig amúgy gartam, lekraftolhattam volna. Glass? Kell hozzá. Harden glass, meg lumium, meg fire charge. Fire charge 2.
Lumium 2, Hardened Glass 4. Ez megvan. Akkor következő cucc. Gyártelep? Hát egy részlege biztosan a gyártelep, ez szalai síró. És ez még csak a kezdet egyébként. Gold meg sheet metal. Akkor ez 5 gold. Tehát ez itt a press. Ott van egy vízi erőmű, két szélerőmű. Az csak teszt miatt nem egyforma. Hogy többet tármere, de igazából kurvára nem veszem észre. Úgyhogy tök mindegy, hogy több nagyosabbra építem. Termoelektrik generátorok. Kőolajtermelő. Hát ez olajfúró torony gyakorlatilag. Szépen megmondva, ide a barlegbe gyűl. Ezeket felhasználom craftingokhoz. Napelemek. Kettes és hármas. Illetve ez táplálja még ezt a pumpát, mert ennek végtelen energia se lenne elég, hanem. Illetve ezt még egyre nem kötöttem rá, de ez ezzel fog működni a desztillációs torony, ami a kőolajból megfinomítja és csinál dízelt, petróleumot, illetve valami egyebet. Ilyen lubrification-t, vagy nem tudom pont, hogy mi a neve. Ilyen kenőolajat gyakorlatilag. Ezt úgy kell elképzelni, egy kenőolaj. Jó, akkor ebből lesz a sheet metal. És kész a knife. Jó, mivel szerencsére van több HP-n. Telik a vér bele. Jó, azért túlzásba ne vigyem az emóskodás, mert megdöglök. Jó, egyet aludjunk most már. Mert a napelem nem dolgozik éjszaka. Közben ez megtelt ez a bánat, meghalt. Dolgozzál szépen te is. Jó. És akkor kell a Blood Orb. Az első. Az egy gyímant. Hát ezt most nem tudom, hogy mennyi lehet. Nekem van itt egy... Houston, hol van a kis tasin? Itt kéne legyen nálam egy kék tatyó. Az hol? Kibasztam valahova? Az baj, mert sok értékes cucc van benne. Igen, ez single map. De tervezem, hogy majd asszonykámmal is játszunk majd közösen. Meg adott címbivel, hogyha, aki szerencsére itt van, hogyha össze tudom hozni egy modos szervert, csak az egy kicsit nehezebb. De majd összehozom. Ezt rögtön gondolhattam volna, hogy ez nem éppen olyan világi egyszerű, hogy ezt beletöltöm, mert miért lenne egyszerű? Ez remélem elég lesz. Elégnek néz ki. Ó, ez bőven elég lesz. Jó, ez én vagyok. Jó, hát ebben most én tárolok valamennyi. És itt vért. Csak hogy tudom megnézni. Ez majd szigil fog kelleni, de tudom tárolni abból a vért meg. Ja, ez a lényeg, hogy tudok most már vért tárolni. És akkor csak annyit kell csinálni, hogy csinálni
rune. Ez a blank rune. Ez. Ez fog kelleni blank slate, meg valami polis szar. Ez meg vér kell, meg ez. Ebből fog kelleni kezdésnek 8 darab. Az sok vér. Meg sok kenyér. Akkor kezdjük azzal, hogy magamhoz veszem szépen a Living Rockot. Kicsit sok minden van nálam, de mindjárt egy kicsit ezt elrendezzük. Így. Akkor. Erre a kenyérre kurva hamar megéhezek. Valami komolyabb kajakat is el kellene kezdeni készíteni. Csak egyszerre minden egy kicsit nehéz. Ez most honnan telik? Aha, ez most telik ebből. Jó. Ne teljen abból. Ha nem. Mit csinálta? Vagdosom magam. Te kis amós. Mi jót írnak az emberek? Van valami? Jó, közelebb kell vegyem, mert nem látok szemben nélkül. Ó, vegyed közelebb, picur. Igen, de köszönöm. Minél nagyobb a saturation, annál gyorsabban telnek vissza a kis szívecskék. Én ez most már majdnem tele. Csinálunk egy ilyen blank slate-et. Kész. Azt hiszem ezt üres kézzel lehet csak kivenni, úgyhogy a Resonating Vendet elrakjuk. Igen, ez csak üres kézzel lehet. Azt mondjam, kivend, de hamarost írok. Vagy megmondom neki, hogy köszöntél neki. Csucsup, köszönt neked! Üdvözöl téged! Jó, ennyi jött ki egyelőre. Nem baj, még mennyisízünk itt egy kicsit. Fuck. Kicsit kiakadt ott a... Cucc. Na, már nem kell sok, majd mindjárt az is megvan. Amíg egy kicsit HP-zódok, addig mi kell még? Blador, meg ilyen pólis cuccok. 7 darab, 7x8, az pedig 76. Ötvennégy elég lesz. Így jönni. Paulist kenyó, kész is van. És akkor rögvest meg is vagyunk ezzel a felével a dolognak. És akkor már csak a rubberekre kell várni. Éppen túlzásban essünk. Ennyi most már tuti elég lesz. Így inni. És akkor hamarosan tier 2-es lesz az altár. Én ezt a hetet nem tudom, hogy számoltam ki egyébként. De jó tudni, hogy tudok számolni, és akkor egy négyzet alakú körbe. Wow! Azt igen, megmondtam, bazd meg, egy négyzet alakú körbe. Jó van, mesterfokon üzze, bassz, retardált vagyok. Nem mondjátok el senkinek. Hát akkor mindjárt lesz még egy. Félszív az a menü. Csak elég. Elég hat. Jó.
Na, akkor ez kész van. Ez egy quest volt? Az volt. Nem tudom, miért pipálja ki azonnal a Blood Orbot. Még le se craftoltam. Egyébként le fogom craftolni, nem az, csak nem fog a questbook-kal kibaszni, mert ezek olyan dolgok, hogy ezek kellenek. Ennélkül nem haladsz előre ebbe a modba. Éjni. És akkor Blood Altar, ez most már Tier 2. Igen. Jó. Rendben, ez megvan. Ezt egyelőre árakom, mert most egyelőre ennyi vérzésből bőven elég volt. Hanem, ami kelleni fog, akkor innen... Ja, elfogyott a víz. Baszd meg! Megettem bazd meg az összes kenyerem. Volt több mint egy fésztek adag kenyerem. Azt addig véreltem itt a rohadt életet is, hogy semmi gond, az csak egy ilyen kisebb anomália volt. Veteményes tetapodjon ki. A Blood Magic? Blood Magic lényegében arról szól, hogy folyamatosan csinálj nagyobb és nagyobb tírű ilyen oltárakat. Meg vannak szigilek, amikkel tudsz varázsolni. Tehát ez akkor hasznos éppen, hogyha kell neked láva így valahova, és akkor van nálad mana, tehát ebbe a Blood Orbokba van mana, akkor idézel magad mellé ilyet. Vagy ad neked haste-et, amikor van nálad ilyen Blood Orb. Vagy nem csak a szigidek miatt, hanem van itt armor, tehát... Csak azt most éppen nem lá... Itt vannak ezek a Living Hell például. És ez az armor elég OP, elég erős. Lényegében erről szól ez a Blood Magic. Meg a rúnákat, ahogy craftolod, úgy változtatod a magát, az oltárt. Úgy tudsz benne több vért tárolni, úgy tudod növelni azt, hogy egy szörny feláldozásával mennyi vér jön. Ez egy ilyen kicsit grindos, endgame-re OP mod, de amúgy egészen, hát ilyen középszerű mod igazából, azt mondanám neki. Semmi olyan hihetetlenül nagy dolgot egyébként nem tudom, mit mondjuk más mod tudna, ez meg nem. Ez ilyen jól el lehet lenni egy darabig vele, aztán ső. Lényegében erről szól ez ilyen. Szervus, piszó. Looking glass kell, ilyen glass lens. Ez glass pane, meg ilyen sima mezei. Aquamarine. Hát akkor nem itt craftoljuk össze, hanem... Ez mi az Ender Trigger? Érdekes. Gondolom ez Farnernak jó. Kell a rendse. Stix, az van nálam, meg akkor egy darab gold. Még valami kell hozzá, nem? Ja, egy deszka. Egy szem deszka. Csinálnám Oakwoodból, nehogy mással nem működjön. Hát
Csak nálam éppen ókúd nincs. Nem akartam most egy fát elraktározni, hogy... Houston? Szerintem kicsit magos lett volna. És akkor itt lehet kémlelni az eget. Aha, és akkor itt össze lehetne kötni a csillagképeket. Ennek, amit én most összepróbálok itt kötni, de nem tudom, bármi értelme van. Hát ennek biztos, hogy nincsen. Mikor kezdtem a pályát? Hát nem mostanában. YouTube-ra át van töltve az előző pár stream, 7 darab stream volt, csak egy jó időre abba hagytam én Minecraftot, kellett egy kis szünet, meg mással foglalkoznom. Hát ez a Looking Glass jó, hogy van, bazd meg, csak igazából olyan rohadt balfasz vagyok, mint amennyivel csak lehetek. Na gyere, hülye gyerek, na gyere, szétbasz az áram, mi? Ó, csont az kell. Vannak ilyen armora. Ez valahogy így néz ki. Hát most én, hogyha ezt megtalálom, én itt rohadjak meg, hogyha én ezt megtalálom. Hát ezt meg sem tudom jegyezni. Majd meg Curse Forge logó lett, az lehet. Holdra nem tudok nézni. Ez most így valid? Lehet, csak nem tudom. Hát látom, hogy azok mozognak. Jó, hát ezt majd ki kell tapasztalni, még nem azt rá a Sorceristem. Ezek a magic-es modok nekem eddig valahogy nem jöttek át, tehát én mindig technikai modokkal foglalkoztam inkább. Egyedül a botania az, meg régen a Towncraft. Towncraft mondjuk nem volt rossz, csak régen még a régi gépem, mert nem volt annyira látványos. Akkor még ez nem számított annyira nagy cuccnak, meg maga a Towncraft is egy olyan verzió volt, hogy... Jó, akkor nekünk kell egy chamber. Ez a Dissolution Chamber. Chest, két vödör. Pity Machine Frame. Pisztonyokot craftoltam. Bizony. Szóval. Mit szarozok én itt, baszki? Dissolution Chamber. Ehhez kellene a Pity Machine Frame. Iron gírekkel. Jó, várjunk. Inventorim tele van. Nem kéne tele legyen.
Mindenhol is vannak mindenféle cuccaim. Egyszer rátet rakok. Majd. Valamikor. Csónak. Az fontos, hogy legyen nálam. Igen. Ezt én minden nap használok kb. Csónakot. Amúgy. Mit egyek? Ez csokiroló vagy mi a tök? Egyek csokirolót? Faszt, sütök halat. Trópusi halat. Nem lehet ezt megsütni. Kolbásznak jó. A halból lehet csinálni emberek kolbászt. Az igen, bazd meg. Nem tudom, én valahogy a disznóra esküszöm. Hogy a disznó kolbász az az igazi kolbász. De hát no. Van, aki másképp gondolja. Kedves Pamela az úgy gondolja, hogy halból is csinálhat ő kolbászt. Van sok HP-m. Ezt tudjátok mit jelent. Megerőszakoljuk magunkat egy késsel. Végül is mit ne ennénk? Nether banánt. Ez mondjuk sokáig nem fog kitartani, de egy darabig jó lesz. Jó, akkor kezdjük. Vas. Vas rúd, vas plét. Egy zombi. Takarodj innen. Ezt tehetjük vissza, most már mindegy kb. Van egy crafting table-ünk pluszba. Oda letesszük. A faszt. Ide hozzuk. Úgy is kell oda is egy crafting table hamarosan. Hogyha rájövök annak a modnak a működésére. De az a baj, ez nincsen megírva a questbooknak. A questbookba, úgyhogy orosz nem tudom így vezetni. Ezt meg nagyon át kéne állazni, meg most ahhoz nincs kedvem. Két ilyen. És akkor egy redstone block. Egyet a kész. Kell egy chest. Az se egy bonyolult dolog. Jó. És most jön az érdekesebb része. Diamond plate. Értem én, hogy ez egy ipari prés. Meg metal prés. De... ez nem tudom mennyire számít a gyémánt metalnak. Mert ugye a gyémánt az nem fém. Csak így halkan megsúgom, hogy a gyémánt az nem fém. A dissolution chamber. Ez a repelem a legjobb. Nekünk most. Jó, van dissolution chamberünk. Ez egyelőre még nem lesz meg. Hanem. Hanem. Kellett egy olyan cucc, aminek az a neve, hogy dinamo. Na most a dinamohoz még kell valami? Ez. Igen, metallurgic infuser. Az, ami kell. És ezt így kell összerakni. Kell ez, Simple Machine Frame, Heavy Engineering Block, Ender Core, Energizer, Basic Capacitor Timing,
És ez kedves barátom egyébként, hogy a faszomba gondol? Én ilyet tudok neked kraftolni. Hopp, grafit. Nocturna powder. Még ezzel se lenne pont. Ez a hopp grafit, ez hogy lesz? Kogdas ból. Az Industrial Squeezer web. Tehát gyakorlatilag, amiért én szoptam ennyit, az így fölösleges volt. Manag lesz is kell hozzá. Nagyon jó. Az mondjuk nem nehéz. Charging station. Psydust. Mi van? Hopcrafit. Oké. Jó. Itt az idő építkezni itt egy komolyabbat. Viszont ezt most nem streambe, mert streamnek akkor itten mostan vége. Legközelebb találkozunk, addig is további jó szórakozást mindenkinek, és szia!